mai nap erősen nem úgy indul, mint ahogy terveztem, ugyanis kinéztem egy túraútvonalat Szintra környékén, érintve egy vízesést, erdőt és magát az óceánt. Viszont lekéstem a vonatot, de az állomáson megláttam gyülekezni egy nyugdíjas csoportot, akik szemmel láthatóan túrafelszerelésben voltak, úgyhogy gondolkodás nélkül felszálltam arra a vonatra, amire ők. Tehát Szintra helyett egész véletlenszerűen kikötöttem Setúbában, ami Lisszabontól délre található nagyjából egy órányira vonattal. Innen indulok majd a Parc Natural de Alhambrába, ami az Alhambra természeti park, azt hiszem így lehet lefordítani, egy természetvédelmi terület. Ja, és ha nem vettétek volna észre, ott van egy gigantikus macska mögöttem a háztetőn. A helyzetemet erősen súlyosítja, hogy este nem dugtam fel rendesen a telefonomat töltőre, úgyhogy az aksi az halál közeli állapotban van, és így indulok neki a napnak. Viszont kinéztem egy viszonylag könnyen követhető útvonalat, egyik oldalon az óceán lesz, másik oldalon a hegyek. Mi baj történhet, nem igaz? Segítség! Segítség, vagy a zsúda, vagy mi a frász kell itt kiabálni? Na jó, ez egy elég szar poén volt, szóval elhagytam a várost, és itt vagyunk a természet lágyölén. Körbevesz minket mindenütt a mediterrán Terra Rossa, vagyis a Vörösföld, és a babér levelű vegetáció. Nem, az fogalmam sincs, hogy merre kell menni, viszont láttam egy piros és sárga turista jelzést. Az pedig, hogy van turista jelzés, az azt jelenti, hogy vissza is fogok tudni jönni, hogyha nem hagyom el nagyon az... Nem hagyom el nagyon az utat. Ott van az óceán. Ott van. Mondjuk egyelőre eléggé kell ügyeskedni, hogy azok a nagy ipari kikötők ne legyenek a képben, meg a város zaja se hallatszon, de rajta vagyunk az ügyön. Az erdőből kiérve megcsodálhatjuk a San Juan erődnek az alsó várfalát. Fel lehetett volna menni oda az erődbe is, láttam is erre egy kiírást, hogy merre vezet az út. Valószínűleg szuper jó lett volna a kilátás ide erre az öbölre, meg az egész környékre, és valószínűleg nagyon sokat lehetett volna tanulni a portugál történelemről is, de egy kicsit most úgy vagyok vele, kövezzetek meg, hogy annyira nem érdekel egy vár, sokkal szívesebben megyek kicsit ki a természetbe. Viszont itt vár egy nagyon fontos dilemma. Itt egy szemmel láthatóan lekerített rész, de nyitva van a kapuja. Ti mit csinálnátok? Jó, menjünk! Eddig teljesen oké, bár az, hogy folyamatosan lefelé kell menni, az azt jelenti, hogy előbb-utóbb felfelé is kell majd, és ha figyelembe vesszük azt, hogy csak azért, hogy ezt elmondhassam, lejöttem, leraktam a kamerát, felszaladtam, és visszajöttem érte, de most meg a táskámat hagytam ott. Ez egy jó fárasztó nap lesz. De hogy valami értelmes tartalom is legyen, Setúbal az a Szádu folyónak a torkolatánál helyezkedik el, és a torkolat vidékek azok mindig nagyon érdekesek ökológiai szempontból, ugyanis ez az a rész, ahol keveredik az édesvíz és a sósvíz, úgyhogy létrehozza ezt a félsós vizet, ezt a brakvizet hivatalos nevén. Úgyhogy ezeken a részeken olyan élőlények fordulnak elő, amelyek jól tudnak alkalmazkodni a változó sótartalomhoz. És mivel ezek a torkolatok térben viszonylag jól elszigetelten találhatók egymástól, nagyon sok a helyre jellemző hegyedi faj, úgyhogy az ökológusoknak ez általában egy kedvelt kutatási területe szokott lenni. Lehet, hogy majd valamelyik hétvégén elmegyünk egy ilyen torkolat vidékre is, és megnézzük, hogy ez hogy jelenik meg a valóságban. Minden esetre, nem tudom, hogy mondtam-e már, hogy amúgy nekem tériszonyom van. Viszont azt hiszem, hogy a tériszonynál is komolyabb probléma, hogy elfogyott az út előttem, úgyhogy lehet, hogy nem véletlenül volt ott az a kerítés, még ha nyitva is volt a kapuja. De ha már itt vagyok ezen a meredek falon az út fölött, lehet, hogy érdemes megnézni, hogy milyen növények vannak itt. A kertekből is jól ismert zsája, vagy éppen a rozmaring is itt van, úgyhogy amikor olyan üzeneteket kapok, hogy miért döglődik otthon a rozmaringotok a kertben, az árnyékban, magas páratartalom mellett, pedig alaposan öntözitek is, hát jusson eszetekbe, hogy ez a növény itt kifejezetten jól érzi magát, ahol lényegében egész nyáron nem kap egy csepp esőt sem, tűzi a nap folyamatosan, télen persze van némi csapadék, de
Nagyjából ennyi. Tehát ismételten ne a növényekhez próbáljátok megigazítani a környezetet, hanem azt nézzétek meg, hogy mi érzi jól magát nálatok, és annak megfelelően ültessétek tele a kertet. Na, én meg most megpróbálok valahogy leereszkedni. Ide most valahogy be kellene illeszteni azt a mémet, hogy anyu, akarok egy kijelölt turistautat, de hát van otthon egy kijelölt turistautunk, kijelölt turistaut otthon. Ezt nem hiszem el. Az utolsó kulomjaimmal letöltöttem egy túratérkép alkalmazást, ami kijelölt számomra egy tök jó utat. Erdőben megy, távol az úttól, egyetlen apró bökkenő van vele, hogy errefelé megy, ami szemmel láthatóan le van zárva. Tehát a ma elkövetett hibáknak a sora: 1. Nem töltöttem fel a telefonomat rendesen, 2. Nem vártam egy kicsit a vonatra, hogy Szintrába menjek, ahonnan elvileg tudom, hogy milyen út vezet, bár ezek után, mivel azt is egy ilyen oldalról néztem ki, nem vagyok 100%-ig biztos, hogy azon végig tudtam volna menni, és 3. Elköszöntem a nyugdíjas csoporttól, mert úgy gondoltam, hogy egy kicsit gyorsabb izgalomra vágyom, mint ők. Hát lehet, hogy ez nem jött össze. Ennek ellenére tök jól érzem magam, mert amint látjátok, szuper jó idő van. Rétegesen kellett persze öltözni, mert reggel még elég hideg volt, de egyébként ragyogóan süt a nap. Valószínűleg le fogok égni, mert 4. hiba, nem hoztam naptejet. Szerintem vagy visszamegyek most az erődítményhez, és ezzel be is záródott a kör, vagy visszamegyek az útra, és megyek tovább a part mentén, bízva abban, hogy valahol majd be tudok jutni az erdőbe is. Minden esetre most leülök egy kicsit, zokogok, és eszem egy banánt. Hát egy kicsit komolyodjunk meg. Nyilván senki nem gondolta, hogy ennyire hamar fel fogom adni és vissza fogok menni. Találtam egy másik ösvényt a közelben, amit szintén jelzett a térkép, mert megjegyzem, hogy ösvény alatt mi általában más típusú közlekedési útvonalakat értünk, mint a portugálok ezek szerint, mert itt éppen a nyomát látom annak, hogy járt előttem már itt ember. Vagy valami vérdelfin. De az igazat megvalva most, hogy kiértem a susnyásból, azért sokakom nincsen panaszra. Van erdő, vannak hegyek, és van óceán. Indikátorfajoknak hívjuk azokat az élőlényeket, amelyek kiválóan jelzik valamelyik környezeti tényező meglétét, vagy éppen meg nem létét. A zuzmók azok kifejezetten érzékenyek a levegő minőségére, úgyhogy ha megnézitek, itt kifejezetten jó a levegő. Azt gondolnád, hogy mivel Portugáliában nagyon sokat süt a nap, ezért az egész ország tele van napelemekkel, de ehelyett elsősorban a szélenergiára támaszkodnak, hogyha megújulóról van szó. Ebben nem vagyok 100%-ig biztos, nem tudtam most megnézni, de úgy rémlik, mintha folyamatosan ezt hallottam volna mindenhonnan. És ez azért is lehet lényeges, mert hogy a portugáloknak elég nagy hagyománya van a szélenergia hasznosításában, és ezt csak azért mondom, mert feljöttem ide egy régi szélmalom romja mellé. Voltatok már szélmalomban odabenn? Még én se. Nem tudom, mennyire merrék felmenni, mert az a födém az nem néz ki túl jó állapotban levőnek, de remélem, hogy ezek a kőlépcsők rendben vannak és meg fognak bírni. Wow! Feljöttem az emeletre, nagyon szívesen oda mennék az ablakhoz megnézni, hogy milyen innen fentről a kilátás, csak hát nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet. Eléggé benne lennék abban, hogy megvegyek egy ilyen romot a hozzátartozó kis földterülettel, és ezért ezt az óceáni látványt lehet, hogy elbírnám viselni itt minden nap. Nem tudom, mennyibe kerülhet egy ilyen, ha egyáltalán eladó, de egész jól néz ki itt a környék. Szerintem ennek a szélmalomnak az előző vagy a jelenlegi tulajdonosai érezhették, hogy van potenciál ebben a telekben, mert ide építettek egy teraszt ilyen kilátással.
ezek itt eukaliptuszok, és tudom, hogy erről már esett párszor itt szó ezen a csatornán, de továbbra sem tudok napirendre térni, hogy vajon miért ültették tele az országukat ennyire tájidegen fajjal, eukaliptusszal, de aztán eszembe jutott, hogy mi meg tele vagyunk akáccal. Az legalább nem ég ennyire nyaranta. És közben visszaértem a főúthoz, ami nyilván nem túl ideális, viszont nézzétek csak, hogy mi van itt előttem, egy kis gyaloghíd egy patak fölött, ami egyenesen az óceánba folyik, mármint a patak, nem a híd. Ez a vízfolyás tehát nem más, mint Johann Sebastian Bach, aki patakként kezdte, de óceánként végezte. És végül az ötödik hiba, hogy itthon hagytam a kamerám feltöltött pótaksiját is, mert mint ez nem a feltöltött, hanem az, ami túra közben lemerült, de azt hiszem értitek. Sokról nem maradtatok le, még egy kicsit hencseregtem az óceánparton, élveztem a napsütést, áztattam a lábomat a vízben, nem mentem be teljesen, mert nem volt nálam se úszógatya, se semmi. Lehetne ez hatodik hiba is, bár egy kicsit hideg van ahhoz, hogy bemenjünk most fürdeni. Ígérem, hogy jövő héten sokkal, de sokkal összeszedettebben állítom össze a túrát, és nem fogok ennyire hirtelen légből kapott ötleteknek felülni. Viszont van az a mondás, hogy járt utat járatlanért el ne hagyj. Hát az szerintem egy baromság. Sziasztok! Hiába szoktam csinálni a napi legeléseket, ebből a növényből egész biztos, hogy nem fogunk lakmározni, mert hogy ez Európában az egyik leghalálosabban mérgező növény, bár nem tudom, hogy a halálosat lehet-e így fokozni. Ez pedig nem más, mint a Mediterráneumban. Igen gyakori, de azért otthon is dísznövényként előszeretettel ültetett ricinus. A tudományos neve Ricinus communis. A communis ez arra utal, hogy közönséges, és ha megnézitek, tényleg elég prostó.